Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofon mögött Nagybata Jonatán. Ez a Globus a Hitrádió Rádió világrendváltással foglalkozó műsora. A, mikrofon, a mai vendégem pedig dr. Ruszin Szendi Romolusz, altából nagy korábbi vezérkari főnök. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm, hogy itt lehetek. Mai adásban pedig a világrendváltást és az elmúlt, hát 70-80 évet fogjuk értékelni katonai erőcentrumok tekintetében. 1945 egy nagy Váltása a világtörténelem, hiszen véget ért a második világháború, és van ekkortól lehet számolni a két porusú világnak a megindulását. Amit 1945-ben létrehoztak, abból sok minden a mai napig érvényes, például az Európai, az ENSZ, ugye, az Egyesült Nemzetek Szervezete. Ön hogy látja, milyen volt az 1945 utáni időszak így katonai erőcentrumok tekintetében? Sokkal tisztább volt a kép, hogy ha, ha, át, ha világot úgy tekintjük, hogy főleg az Észak-Atlanti régió. Ugye, mert amikor mi világról beszélünk, akkor ez a mi világunk. Meg kell nézni, hogyha a különböző országok térképeit nézi, hogy a, a, világban, hogy néz ki a világ, hogy néz ki a földgolyó, akkor nyilván a középpontban az ő helyük van. És onnan bizonyos dolgok teljesen máshogy látszanak, hogyha mondjuk, mondjuk Argentinát kérdeznénk a 45 utáni helyzetről, akkor neki egy picivel más lenne, mint ami nekünk van. De beszéljünk magunkról, hiszen nekünk ez a legfontosabb, hogy a 40 után itt a, a két plusz világrendszerben hogyan is alakultak az erőviszonyok, sokkal tisztább volt a kép, mert, mert, mert hogyha két szemben álló fél van, akkor mindenki tudja, hogy ki kicsoda az állatkertbe. Egymás ellen készültek, volt ellenségkép. Ez egy nagyon fontos dolog a, a katonai doktrinákban, hogy ha, ha tudod, hogy ki ellen kell készülni, akkor egy sokkal hosszabb felkészülési idővel sokkal részletesebb adatokat szerzel a szemben álló félről, mint amikor igazából nincsen definiálva, az, hogy kivel szembe kell készülnöd. Olyankor a, a, a fejlesztések és az egymás figyelése, ugye, az az gerjeszti a, a haderőfejlesztést és, a, és az egész a fegyverkezési versenyt. Ugye gyakorlatilag ennek lett áldozata a, a Szovjetunió többek között, hiszen nem bírta a fegyverkezési versenyt. Ugye ezt Ronald régen hirdette meg, főleg amikor ugye azt mondta, hogy az űrbe is kilépnek. Ugye Kennedy-től indult ez, de ugye. De, 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 ez a fajta stratégia odáig alakult, és gyakorlatilag a, nem is katonailag, hanem gazdaságilag kényszerítette térde a napvégén a Szovjetuniót. És itt jön a nagyon fontos dolog, amit, amit mindenki tudott sejtett, hiszen már Clausewitz is írt róla, hogy a, a, a szembenállás az, az nem csak a katonai dimenzióba dől el. Én mindig elmondom, hogy ennek a diplomáciai, információs, gazdasági, energetika, tehát rengeteg olyan oldala van, ami meghatározza egy ország erejét, teljesítőképességét, azt a, a a szembenállásban azt mind, mind, mind egységesen bevetik. A másik ilyen nagyon fontos tényező, hogy, hogyha a katonai műveletekről beszélünk, akkor beszélhetünk hagyományos és nem hagyományos hadviselésről. Azért 45-ben a hagyományos hadviselés dominált. Nyilván voltak nem hagyományos hadviselési elemek is már a II. világháborúban is szép számmal, de alapvetően hagyományos. És akkor itt itt jött be ugye a hibrid teória ami a XXI. századnak már a sajátja, hogy, hogy a, a, a katonai aspektus mellett, hogy a diplomáciai, információs, energetikai, anyagi, gazdasági tényezők mellett egyszerre jelenik meg a hagyományos és nem hagyományos hadviselés is. Tehát annyira bonyolult lett a, a, a hadművészet, ezért, ezért hívom én is hadművészetnek. Sokszor megkérdezik, hogy a művészet embert ölni, a háború, a hadművészet nem az emberölésről szól, hanem pontosan ennek a rendkívül bonyolult, összetett dinamikának, dinamikában kell megtalálni a sikerhez vezető utat. Milyen változást hozott egyébként az egész katonai erőcentrumot tekintve a rendszer változás, hogy 1989 és 91 93 közötti időszak, hiszen azért eléggé megváltozott a világ. Abszolút egy vákum keletkezett. Ez, ez, ez nem kérdés, hiszen a, a, a jól definiált, mindenki által ismert képek felborultak. Itt a marsói piramis szoktam idézni mindig, hogy az emberi igénye a, a legalsó szinten a legszílesebb, az a együnk ígyünk szaporodjunk, a következő szint viszont a biztonság. És utána jön a chill chips, coca Wi-Fi, az mind, az mind csak utána jön. És a, a, a rendszerváltás után ott lett egy olyan űr, hogy na most a, akkor ki az ellenség? Én biztonságban vagyok-e? És ha nem vagyok biztonságban, akkor tudom-e egyedül, vagy kell valami más garancia arra, hogy, a, hogy, az én biztonságom rendben legyen. Ez, az útkeresések időszaka volt. Ha emlékezünk rá, Magyarországon is jött a körkörös védelem, meg hasonló teória, igazából, amihez egy másik típusú hadő és másik típusú a a nemzeti politika kell, ezt hívják, hogy a grand strategy a nagy stratégiának, hogy hogyan tudod ezt megvalósítani. És, és a NATO ekkor segítséget nyújtott, hiszen ő is érezte ezt a, ezt a hatalmi vákumot, nem tudták, hogy azok az országok, akik nem, nem részei az ő érdek és értékrendszerüknek, azok olyan hova fognak csapódni, és akkor kinyitották a kaput. Ugye ennek volt a, az eredménye az, hogy a NATO bővítése most már ott jár, ahol jár, hogy gyakorlatilag Európa nagy része az vagy EU-s tagállam, vagy NATO tagállam, amelyik meg nem, az meg, az meg igyekszik tartozni valamelyik szövetségbe. Mert ez az érdekszövetség, ez egyben védelmi szövetség is. Ez azt jelenti, hogy a, a, a biztonságot a kollektív védelem eszmén keresztül is tudják egymásnak biztosítani. E, és ebben az időszakban ugye az volt az érdekes, hogy a Oroszországgal is megpróbálták rendezni a viszonyt. Egy, egyrészt ugye egyik sajnálatos tény ebből, hogy, hogy itt Budapesten írták alá azt az egyezményt, például Ukrajnával kapcsolatban, hogy Ukrajna adja vissza az összes nukleáris eszközét, mert majd a nagyhatalmak garantálják az ő szuverenitását és területi egységét. Hogyha most visszatekintünk az elmúlt két évre, akkor jelentem, ez jól sikerült. Ugye a semlegességgel és a mások által történik garanciával mindig ez a baj, hogy ez, ez hogyan történik meg. Uh, úgyhogy a uh, Oroszország, a, uh, hogy volt NATO-orosz uh, komiti, folyamatosan tanácskozták, uh, uh, aztán ez hirtelen megszűnt. És ez azt mutatja, igazából úgy utólag visszagondolva, hogy a belpolitikai tényezőket nem lehet figyelmen kívül hagyni minden nemzetnek a, a, a saját erőfeszítéseit, hogy, a, hogy, az állampolgárainak, a polgárainak, a lakosainak a lehető legjobbat teremtse, azt a belpolitikai keresztül tudja elérni. A külpolitikának erre nyilván van a hatása. Az, hogy mit mire költünk, arra mindig kell egy legitimizáció. Sokkal egyszerűbb az embereket befolyásolni, ha van ellenségkép. És ennek egyik oka, hogy ha majd megnézzük mondjuk az Egyesült Államokat, aki kétségtelenül a legtöbbet költ nominálisan is, nem csak százalékba a haderőre, hiszen őnek, ő haderőt felhasználja a saját gazdaságának a, a, a fűtésére is, ugye a bázisokon, amit létrehozott a világban. Megnézzük az utolsó a két dikétnek a, a kommunikációját, akkor először előtt a pivotti Ázsia, tehát hogy Ázsia felé, Kína felé fordulnak gyakorlatilag. Ha megnézzük a nemzetbiztonsági stratégiájukban az ellenségképeket, akkor előjön Kína és Oroszországot soha nem felejtette el, majd Oroszország visszatért az egyik legfőbb gonosz szerepébe, főleg az utáni miután a terrorista szervezetekkel ugye igyekeztek elbánni 911 után. Úgyhogy egy nagyon érdekes kép alakul ki a világnak azon a részén, ami számunkra fontos. Viszont azért húztam ezt alá, hogy ami számunkra fontos, mert nyilván nagyon sok más országnak a vezérkarfőnökeivel is volt találkozom, ez a világ másik tájáról nem is olyan fontos. Tehát figyelik, látják, hogy mi történik, de mivel az ő közvetlen életükre annyira ez nincsen befolyásol, ezért csak távoli szemlélők nézik, és a, a, a nagyságát, a, az intenzitását teljesen máshogy ítélik meg, mint mi, akik benne vagyunk. Ön szerint, amikor a NATO megnyitotta a kapuit és elkezdett tárgyalni Oroszországgal, akkor ez egy szándék is volt, hogy Oroszországot felvegyék, vagy igazából csak egy fajta izenet a világnak, hogy még az oroszokkal is tárgyalunk? Na, nehéz erre válaszolni. Szerintem először komolyan gondolták ezt a fajta közeledést, aztán a nagy politika ezt nem engedte. Mégsem engedte, hogy ez megtörténjen, hogy most ez, utána vezetett volt, hogy nem vezetett, véletlen vagy nem véletlen? Mennyire szerepeltek ebbe az emberi jellemek, az emberi konfliktusok, amit a vezetőkre gondolok, az egy hosszabb elemzésnek az eredménye lehetne. Most csak feltételezni tudjuk azt, hogy szerintem először komolyan gondoltak, aztán elengedték. Mert a NATO az egy, az egy védelmi szövetség. Politikai és katonai védelmi szövetség. Ha nincs kellem védeni, akkor, akkor mivel mondom meg otthon, hogy, hogy erre szükség van? Ez egy érdekes kérdés. Az említette, hogy a Szovjetunió felbomlása után egy hatalmi világon keletkezett, és hogy ezt az Egyesült Államok próbálta betölteni azzal, hogy felvette a kelet-európai tagállamokat ugye a NATO-ba. Szükségszerű volt az, hogy Oroszország és Kína felemelkedjen és megpróbálja betölteni ezt a válkumot, vagy az Egyesült Államoknak lett volna a lehetősége arra, hogy ezt a válkomot teljesen eltűntesse és csak uralja a világot? Szerintem a világ azért túl nagy ahhoz, hogy egy valaki uralkodjon rajta. Nyilván az érdekérvényesítési képessége az megkérdőjelezhetetlen az Egyesült Államoknak. Na de a 20. század elejére, hogy a 21. század elejére, hogyha visszatekintünk, hogy hogy nézett ki a, a világgazdaság, akkor már láttuk azt, hogy, hogy a 2010-es évek környékén a, a világ GDP-nek egy negyedét termelt az Egyesült Államok, egy másik egy negyedét Kína, a harmadik egy negyedét Európa egyébként Oroszországgal közösen, és az összes többi ország a maradék egy negyedét. Tehát már akkor látszott, hogy, hogy, a, hogy a gazdasági teljesítmények hatására azért itt mások is kopogtatnak azért, hogy nekik minél több jusson a, a, a jóból, e, és ezt az Egyesült Államoknak azért sikerült a, a haderejével e, még, még az is szinten tartani, vagy az előnyét megtartani. Technológiailag is, és a képességbe is. Hiszen azt szoktam mondani, hogy a, a tradicionálisan három dolog dönti el két ország között, hogy ki az erősebb. Ez a lélekszám, a gazdasági erő és a katonai erő. Tehát ennek a háromnak a dialektikus egysége mondja azt, hogy, hogy ki az, aki diktál, meg ki az, aki jegyzet el, hogyha ketten beszélnek. Ugye Kína ezt használja ki zseniálisan, tehát ő, 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 őt nagyon ritkán látjuk egy ilyen multinacionális egyeztetésben részt venni. Ő jobban szereti a face-to-face, -face, a, a bilaterális egyességeket, szövetségeket, mert ott, ott nem kérdés, hogy ki dominál, ugye ebből kifolyólag hogyha ha egy, egy multipoláris vagy, vagy több nemzetet, országot tömörítő szövetségben kell hallatni a hangodat, ott akkor ezek könnyen ki egyensúlyozásra kerülhetnek, hiszen a, a, a többinek a gazdasági lélekszám és hadereje már lehet, hogy versenyképes lenne ugye Kínával. Bilaterálisan ez, ez nem megoldható. Úgyhogy az nyilvánvaló volt, hogy, hogy ezzel számolni kell, főleg úgy egyébként, hogy a, a nyugati világ fogalmazzunk ki, tehát az Észak-Atlanti térség azért használta Kínát, használta a távolkeletet. Ugye, a, mert a gazdasági tényezőknek, a profitorientált világnak azért mindig fontos, hogy kevés befektetéssel sok profitot szerezzen, és az a munkaerő, az a energia, ami a távolkeleten meglehető volt, az rendkívül profitra adott lehetőséget, hogyha a termelést oda viszik. Ehhez hát viszont a tudást is oda kellett vinni. Ugye láthattuk azt, hogy ezeken az egyetemeken, ebben a régióban a távol-keletről hány embert hoznak oda, hogy, hogy képezzék, hogy a, hogy a munkaerőnek a képessége az elvárt szintre legyen. De ők nem álltak meg ennél. Tehát kiképeztük gyakorlatilag a távol-keleti embereket a mi technológiának, és akkor csodálkozunk, hogy most már képesek hasonlót, vagy nehogy néha néhány, néhány esetben jobbat előállítani, mint amit mi tudunk. Utólag persze könnyű okosnak lenni. Igazából, hogy ezt lehetett volna máshogyan csinálni, megelőzni, azt nem tudom, nem is kérdés, hanem a jelenlegi rendszerből kell kiindulnunk, hogy mi van. Az pedig az, hogy nem biztos, hogy egyedül van az Egyesült Államok. Katonai értelemben. Katonai értelemben a mai világ az mennyiben tekinthető másnak vagy különbözőnek, mint az 1991-es megszokott -e egypulusú világrend, hiszen azért látjuk azt, hogy Kína is fegyverkezik, Oroszország is fegyverkezik. Miben változott meg a világ 91 óta? Hát a hadviselés tekintetében óriási változás van. Ugye ezt, ezt mindig a, a, technológiai változás azért ezt, ezt eszkalálja. Hiszen ahogy a, civil életben is látjuk, hogy akár csak 1990-hez képest mekkora technikai fejlődésen ment keresztül a világ, a civil világ, ez a hadiparban ugyanígy megjelenik. És ugye a technikai eszközök azok a doktrinákra és a harcajárásokra is befolyással vannak. Ez kikerülhetetlen. És addig még a, még második világháborúban beszélhetünk a három alapvető hadszintéről, a földvíz, levegő, ugye főleg ezeken voltak a manőverek, most plusz két hadszintérrel számolnunk kell, ez a kibertér és az űr. Tehát ha csak ezeket az alap nézzük, az alapelveket nézzük, akkor óriási változott. A kérdés az, hogy ki tudja ezt finanszírozni, kinek hol van képessége, és hogy hogyan tudja ezt felhasználni. Hogyha a katonai műveleteket nézzük, ugye a mondjuk 45-től mostanáig, azért azért nagyon nagy a szórás. Korea-Vietnámtól eljutunk a mai két legnagyobb konfliktusig, az orosz háborúig, és a közelkeleten ugye az Izrael és a, Hamas összetűzéséig, a, a, óriási különbség van a kettő között. De, nem, de, de vannak jegyek, amelyek, amelyek uh, ugyanazt mutatják. Tehát én ezért hiszek az alapelvekbe, ezért írtam az alapelvekről, mert a hadviselés alapelvei rengeteget változtak, de annak részletei azért nem sokat és azokat figyelembe kell venni, és az új technológiát, és az új környezetet ebbe bele kell illeszteni. Ezért hívom hadművészetnek, és ezért rendkívül globális a mostani konfliktusok, a fegyveres konfliktusoknak a megvívása. Említette, hogy a legtöbbet hadseregre az Egyesült Államok költ, jóval kiemelkedve Kína és Oroszország előtt. Mi azok annak mégis, hogy sokan Kínát, illetve Oroszországot is egy lapon kezdik az Egyesült Államokkal katonai erő szempontjából? Nehéz teljesen összehasonlítani, azért, mert ha például a, a tömegpusztító fegyvereket nem vesszük ki az egyenletből, akkor a kölcsönös elpusztítás ára mind a két fő képes. Innentől kezdve az összes többi az, az valahogy nem, nem, nem is tűnik olyan fontosnak. De egy biztos, tehát a, nem olyan régen összehasonlítottam az Egyesült Államok nominatív költését a haderőre és megnéztem az összes többi NATO tagállam, hogy, hogy mennyit költ, nyílt információból természetesen, akkor meg kellett állapítani, az összes többi NATO tagország kevesebb, mint a felét költi annak, amit az Egyesült Államok költ a haderőre. Nyilván ez megjelenik képességekbe. Nem csak létszámba, ez képességbe, technikai képességbe is megjelenik. Bevethetőségbe, készenlétbe, mobilitásba, ez, ez mindenben megjelenik. Ugyanakkor, a, főleg ha Kínáról beszélünk, ő neki hosszú távú stratégiája van. Ő tudja, hogy honnan indult, és van neki rengeteg problémája belül is nyilván. Hát több, több, mint egy milliárd ember. Egy óriási területen. Tehát annak a lefedettsége, annak a vezetése, az, az, finoman szólva is nem egyszerű. De ha megnézzük mondjuk a, a, a két első számú vezetőnek a stratégiáját, addig tudjuk, hogy nálunk az észak atlanti térségben általában négy évre jönnek stratégiát, hiszen négy évenként választás van, addig kínálnak 50 éves stratégiája van. Ő ráér. Ez sokkal régebbi kultúra, mint mondjuk az Egyesült Államoké. Tudjuk, hogy az Egyesült Államok mikortól létezik hivatalosan, hiszen a, a, az alapokmánya a, mikor született, és tudjuk, hogy a kínában szunce már az időszámításunk előtt a hadviselés alapelveiről írt könyvet. Tehát ő, ők más dimenzióba gondolkodnak, éppen ezért szépen, lassan, szisztematikusan haladnak előre, és ugye látszik, hogy használják a soft power-t. Van egy másik nagyon érdekes dolog, ez az ideológia. Ugyan a, mi itt az észak térségbe hiszünk az értékeinkbe, és van egy olyan meggyőződés, hogy a mi értékeink a legjobbak, és ezt megpróbáljuk projektálni a világon mindenhova. Orda is, ahol egyébként nincs rá fogadókészség. És hogyha ha nem akarják ezt elfogadni, akkor, akkor hajlanosak vagyunk arra, hogy megsértődünk. Na Kína nem ilyen. Ő sokkal Pragmatikus Pragmatikusabban áll ehhez a történethez. Ami neki szüksége van, ő nem foglalkozik az ideológiával, az érzésekkel, más jogokkal. Ami neki szüksége van, azt, azt igyekszik elérni és megtartani. És ez úgy tűnik, hogy a, a világnak az a részén, ami nem a miénk, a, a, ott jelenleg erre sokkal nagyobb fogadókészség van, mint a mi értékeinknek az interpretálására. Megtartotta a héten Putyin rendszeresnek mondható évi beszédét, ahol azzal vádolta a nyugatot, hogy újra a hidegháborús reflexek alapján proxi háborút vív Ukrajnában. Mennyiben igaz az, az állítás, hogy a mai világ egy második hidegháború? Hát ha, ha a kibertért nézzük, akkor már sokkal hamarabb elkezdődött ez biztos hogy a kiber szintéren nem feltétlenül katonák, de ott folyamatosan keresik a lehetőségeket. Ez biztos, hogy így van. Hogy hidegháborúja vagy nem, vagy, vagy mitől hidegháború, hogyan fajuk ezt, én nem gondolom, hogy célja most bármelyik részlevő félnek a másiknak a megsemmisítése, vagy a rendszerének az átalakítása. Azért a hidegháborúban ez megvolt. Ott két eszme is összecsapott. Most igazából eszmékről nem nagyon beszélhetünk, még akkor is, hogyha megpróbáljuk köntösbe bújtatni, hanem, hanem inkább itt a hatalomról és a, a, a források újra felosztásáról szól a történet a, a nap végén. És ugyanakkor a, a biztonságnak a garantálásáról. Tehát e, az egységéről beszélhetünk szerintem inkább. a Huntingtonnak volt az alapelve, hogy a, hogy a, következő konfliktusok azok vallási vagy kulturális különbségek megyéjén fognak kialakulni. Ez, hogy a keletet nézzük, ez, ez még mindig igaz. Ukrajna esetében is. Ukrajna esetében nem annyira, hiszen hogyha megnézzük Ukrajnát, akkor a ukrán-orosz konfliktusban szinte ugyanaz a történelem, szinte ugyanaz a nyelv, szinte ugyanazon a vallás, szinte ugyanaz a kultúra, gyakorlatilag eddig családként éltek együtt, és most ez átfordult egy, 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 egy iszonyatos gyűlöletbe. Viszont nyugat Elfér és kelet ukrajna meg eltérő, tehát a nyugat ukrajna inkább egy nyugat, -tiasabb... Hát ő azt szeretné igazából, de ettől az ő kultúrájuk ennyi nem változott meg. Itt megint a, a jóléti társadalomnak a, az elérése, hogy kihez szeretnének csatlakozni, de ez nem feltétlenül ideológiai medzsé, hanem hogy melyik tömbhöz szeretnének tartozni. Igazából inkább erről szól, és hogy proxia vagy nem proxia, hát természetes, hogy proxy. Hát a, a világ többi része mind ott van valahogy, valamilyen formában Ukrajnába. Tehát a, a, a két nagy hatalom vagy a nagy hatalmak nem akarnak direkt be egymásnak esni, ez teljesen nyilvánvaló, hiszen annak azért beláthatatlan körülményei vannak. Ugye ezért volt veszélyes a francia elnöknek a kinyilatkozhatása, és látszik, hogy a, hogy a nyugat-európai administratív vezetők vagy, vagy a végrehajtási hatalomnak a, a vezetői azért szinte mind azonnal elszárkózott ettől. Hát az, az óriási problémákat okozhatna. És megint ez e, e, főleg ugye a tömegpusztító fegyvereknek a bevetésével a hozható összefüggésbe. Ugye Einstein megmondta, hogy a harmadik világháborút az kövekkel fogják meg botokkal vívni, és ezt azért mondtam, mert ha a nukleáris eszközöket bevetik, akkor kőkövön nem marad. És ennek a veszélye nagyon nagy. Ugye a, a orosz-ukrán háborúban igazából hagyományos eszközöket használnak. A konzervatív értelemben. Nem hagyományos módon is, de azon a hagyományos eszközöket használják meg a technológia fejlesztés. Azért tömegpusztító fegyvereket nem vontak nem be. Hogyha a, a, a nagy kutyák beszállnak ebbe a játékba, eh, akkor nem lehet kizárni azt, hogy bárki hozzányúl lehet. És onnantól kezdve eh, a, a távolságok nem nagyon számítanak. Tehát Moszkvából New York, az pont olyan távolságról, mint New Yorkból Moszkva. És ha akarják, elérik egymást ugye az öt 6 szintér valamelyikével, vagy ennek a kombinációjával. És innentől kezdve ez a, ez a mindkét társadalomra veszélyt jelent. Ugye a másik, a, a háborúk, fegyveres konfliktusok, ugye megint a Klausewitz-i háromszöget szoktam idézni, addig tartanak, míg a, a kormányzat, a társadalom és a haderő akarata nem változik. Ez egy nagyon fontos alap, a, alaptétel megint. Tehát a, és látjuk azt, hogy, hogy Pontosan a társadalom érdeke miatt az Egyesült Államokban most miért hezitálnak arról, hogy tovább támogassák, és ha igen, mennyivel Ukrajnát? Ugyanez van Nyugat-Európában egyébként, kimondva, kimondatlanul. Tehát a, a, a társadalmak meddig tűrik el, hogy neki egy picit rosszabb azért, hogy segítsenek valakinek, ez egy darabig megy, megint az ideológia az értékeink mentén, de aztán eljön az a határon, amikor azt mondják, hogy oké okay, értem én, de most már találjunk ki valami mást. Mert azért, hogy nekik rossz, azért nekem is rosszabb, azt egy darabig tűrjük, de, de utána nem. És pontosan a négy éves választások miatt, ugye e ezt nyilván belpolitikailag egyik ország se tudja kikerülni. Ezért jutnak arra a döntési pontra, hogy na vajon menni fog, vagy nem fog menni. És, és az ukrán rossz konfliktusban igazából ez a nagy kérdés. Ugye azt szoktam mondani, hogyha megnézzük az információs műveletek, műveleti kampányt a két hadszintéren, akkor addig, amíg a közelkeleti konfliktusban a szembenálló félek a másik társadalmát igyekszik meggyőzni arról, hogy a szembenálló fél az ördög, ugye ennek a negatív hatását látjuk a, a Európai Régióban, amikor ugyanaz a kultúrkörnyezet, ugyanaz a vallás, ugyanaz az értékrendszer mégis szembefordul Izrael-lel, hogy eh, hogyan is mit teszel Gázában addig az orosz konfliktusban azt látjuk, hogy mind a kettő a saját társadalmát igyekszik meggyőzni, hogy ezt a, ezt a fegyveres konfliktus az egyik oldalról, a másik oldalról háborút, ezt folytatni kell. Ukrajnának annyival nehezebb, hogy nem csak a saját társadalmat kell meggyőzni, hanem meg kell győzni minket is, tehát Európát és ész amerikát hogy neki ebbe a konfliktusba tovább is részt kell venni, és a támogatást meg kell adni. Ugye Kínának van egy olyan terve, hogy 2035-re egy olyan hadsereget épít fel, ami nagyjából az Egyesült Államok képességeihez hasonló erőt képes kivetíteni. Ilyenkor fel a kérdés, hogy hogyan lehet mérni egy, -egy hadsereg, egy-egy nemzet, vagy egy, egy szövetségi rendszernek az ütőképességét, hiszen Kína már legalább egy 30-40 éve nem viselt háborút, nem tudjuk azt, hogy mire képes. Hogyan lehet mégis felmérni arra, hogy mire képes Kína, vagy éppen más hatalmak. Am amit nem tudunk mérni, az az emberi motiváció az emberi képesség. Az nagyon nehéz, az valóban tényleg csak akkor tudjuk mérni, amikor látjuk fegyveres ütközetben a katonáknak a viselkedését. És a politikusok viselkedés is ugyanilyen fontos, mert nem katonák kezdik és nem katonák fejezik be a háborút. Tehát az ő mentalitásuk ugyanilyen fontos. Amit tudunk mérni, azok a, azok a katonai technikai képességek. Ugye szoktuk mondani, ez egy technikai sport. Hiszen jól definiálható azoknak a harceszközöknek a, a képessége, ami rendelkezésre áll, és akkor ez darabra, képességre, ez mutat egy egy nagyon jó arány. De ugye ezért írtam a könyvbe, hogy, a, hogy a, az alapelveket egyszerre és egyértelműen kell mindig elemezni. Mert attól, hogy valaki többen van, nagy Isten nagyobb technikai fölénye van, ez még nem jelenti azt, hogy biztosan győzni is fog. Számtalan példa van arra, hogy persze, lehetetlen. De számtalan példa van arra, hogy, hogy egy, egy kisebb képességű Kevesebb emberbe beálló uh, haderő az sikereket ért a nagyobb, jól felkészült és technikai erőfölnyben lévő szemben álló féldel szembe. És ennek pontosan az emberi faktor az egyik nagyon fontos uh, kritériuma, hogy a uh, uh, tehát uh, uh, túl gondolják a saját szerepüket, nem tisztelik az ellenfelet, vagy egyszerűen nem olyan a motivációjuk, hogy uh, akár életük árán is valóban uh, elmennek a végsőkig. Számtalan példa van erre a világtörténelemben. Ön egyébként hogyan értékeli Kínának a fegyverkezését? Ők szépen lassan haladnak előre. Tehát technológiailag, amit Kínában gyártanak, az nagyon közel van ahhoz, amit az Egyesült Államok tudnak gyártani. Az Egyesült Államoknak egy nagyon fontos stratégiai lépése lenne szerintem, hogy a technikai fölényét megtartsa. Tehát a Silicon Völgy, amit mindenki ismeri is, a hasonló intézetek, egyetemeknek, a fejlesztéseit, jó lesz, a megtartja a házon belül és azt nem projektálja valahova ki, mert eh, akkor azt le fogják tudni másolni. Tehát ez a fajta technikai előnyre neki mindenképpen szüksége van, az összes többi már le tudja gyártani. És mivel a kínai gazdasága, ahogy mondtam, durván GDP arányosan hasonlóra képes, mint az Egyesült Államoké, nem kérdés, hogy a szépen lassan szisztematikus építéssel ő ezeket a technikai eszközöket el fogja tudni készíteni. Egy hadseregben egyébként a technológiai fölény a technológiaért többet, vagy az olyan veterán katonák, akik mondjuk több frontot is megjártak már. Vagy ezek igazából egymás nélkül nem is értelmezhetők. Nem, nem, nem értelmezhető, ez a dialaktikus egység. Én ezért mondom, hogy a, meg kell nézni az öt behelvet, amit leírtam, azt folyamatosan vizsgálni kell, és hogyha mindegyikre pozitív választ tudunk adni, akkor van esélyünk nyerni. Akkor is van egy szerencsefaktor, mert akkor sem tudjuk kizárni, hát <coughs> bocsánat, azt mondom, az emberi hülyeséget, vagy a, a amikor megkérdezték minket, ugye két évvel ezelőtt, hogy Oroszország meg fogja támadni Ukrajnát, azt mondtuk, hogy nem. Mert a katonai matek azt mondta, hogy ennek nem nagyon van értelme. Azok az erők, amik oda felsorakoztak az orosz-ukrán határon, annak a mélységi képítése, a szemben álló félnek az ereje, és a katonai tapasztalati tényezők, hogy egy ilyen művelethez mennyi, hányszoros túlerő kell, azt mondta, azt mutatta, hogy fölösleges megindulni. Mégis megindultak, mert volt egy nem racionális döntése az orosz elnöknek, hogy már pedig meg kell indulni. És láttuk a végét, hogy a villámháború nem is sikerült pontosan ezért, tehát valahol nekünk lett igazunk, mi a baj, rengeteg ember meghalt emiatt. És elkezdődött az, az, a, az, az a konfliktus, aminek utána hatása lett nem csak a két országra, hanem gyakorlatilag szinte az egész világra. Azért nem mondom, hogy az egész világra, mert megint Dél-Amerikában, meg a távol-keleten nem nagyon érzik ezt, hanem inkább élvezik ennek az előnyét, legalábbis keresik azt. Viszont nekünk itt Európában és Észak-Amerikában azért a okoz gondokat és fejtörést ez a fajta konfliktus. Megint egy, egy nem racionális döntés alapján. És utána átálltak az állóháborúba, az Oroszország elkezdte szépen szisztematikusan az anyagelvű háborúra átállni, hiszen az a bizonyos hármas tétel, az továbbra is igaz, hogy ő, ő gyakorlatilag erősebb, mint Ukrajna önmagában, és csak idő kérdése, hogy mikor érik el a végső sikert. Ők ezt tudták akkor, hogyha a kezdő dinamika nem változik. Ha a kezdő dinamika változik valamilyen szempontból, akkor ez egy új fejezetet nyit ebbe a konfliktusba akkor kielenthető az, hogy Oroszország olyan szempontból biztosan erősebben fog kijönni ebből a háborúból, hogy több millió olyan ember lesz, olyan veteránja lesz Oroszországnak, akik tudják, hogy milyen egy háború. Azt eddig is tudták, mert Oroszország, az Egyesült Államok volt a legtöbb fegyveres konfliktus, az nem kérdés. Ugye a harcászati, hadmérés szakmát én is tőlük tanultam, mert tőlük lehet tanulni, ők csinálják a, a legrégebben, még Izraeltől lehet így tanulni, mert, mert ugye Izrael sajnos a folyamatos konfliktusban áll. Na de az oroszoknak is volt egy két bevetése. És ugye ez volt pontosan a meglepetés, hogy azt gondoltuk, hogy az orosz haderő hasonló képességekkel rendelkezik, vezetéselméletileg és szervezetileg, mint a NATO tagországok. Hiszen láttunk erre jeleket a, a kis regionális konfliktusokban, ahol orosz erőket vetettek be. És kiderült, hogy a nagy haderő erre nem képes. Ugye ez, ez egy meglepetés volt mindenkinek, hiszen és itt jön az, amit, amit mondasz, hogy, hogy, hogy vajon a tapasztalat az mit jelent. Nyilván ebbe a hadviselésbe, amit most megint csinálnak, tetszik-nem tetszik, visszatértek az eredeti, amihez ők nagyon jók. Amit mi is tanultunk annak idején, mikor még egy, egy másik katonai szövetségnek a részei voltunk, visszatértek azokra a harcászati eljárásokra. Nyilván megfűszerezve a 21. századi technológiával, és harcászati szinten látunk benne változásokat. Mert a hadművelet és szinten nem nagyon. Megpróbáltak valami mást nem jött össze. És visszatértek ahhoz, amibe, ami igazán otthon vannak. A magyar katonának ez az óriási előnye, hogy mi gyakorlatilag ismerik mind a két rendszert. Mind a két rendszerben dolgoztunk, éltünk. Tehát a, a, a mi repertoárunk egy picivel szélesebb, mint a, a, másik két félnek, ami, mi izoláltan használja. Úgyhogy a, nyilván ez előnyt jelent, hogy a harci tapasztalattal rendelkeznek a katonák, Na de ez, ez gyorsan pótolható. Ugye látjuk, hogy Ukrajnának nem voltak ilyen fajta harci tapasztalatai, mégis ellen állni. Miért? Mert a kiképzés felkészítés a krím annektálása óta az elég robusztus módon történt meg, sőt, ők képesek voltak a vezetés irányítási rendszerek és a katonák mentalitásán is változtatni. En, en, ennek is köszönhető egy hogy képesek voltak megállítani az orosz támadást, és gyakorlatilag két éve harcászati sikerek azok folyamatosan ennek az oroszoktól, de nagyobb hadműveleti stratégiai szintű áttörést nem tudtak elérni. Hogy mi lesz ebbe az évbe, szerintem ebbe az évbe lényeges változás lesz ezen a hadszintéren, aminek egy oka van, a támogatás az észak térségből sokkal kevesebb lesz, tehát, tehát hogyha, ha, ha nincs anyag, nincs ember, nincs lőszer, akkor a fronton változás fog létrejönni. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnök egy az Európai Parlamentben elmondott beszédében kiemelte, hogy milyen fontos lenne az európai hadseregeket felépíteni, hiszen jelenleg Európa nem képes megvédeni magát. Milyen Európa helyzete a modern világban katonai szempontból? Fel, van, fel vagyunk készülve az előttünk álló kihívásokra? Rengeteg képesség van az európai haderőknek, de ugye összevet az Egyesült van nem mérhető egyenként. Még összesen se nagyon. És miért? Hát nem, nem, nem akartak költeni erre. Tehát az, hogy mi most elértük a 2%-ot, sőt már azt hiszem tavaly elértük a 2%-ot, ami egy NATO irányelv a GDP arányosan, az azt mutatja, hogy mi már elértük, de valaki még mindig nem érte el. És évtizedekig nem csináltuk egész Európa. És látjuk a, a az európai hadiparnak a teljesítő képességét. Ugye 2018-ban írtuk alá a nagy zömét. A tankot, tehát a harckocsit, a löveget, ami mindig nincs itt mind. Hát ennyi idő kell ahhoz, hogy, hogy produkálják ezt a számot. Mert az egész hadipar átalakult egy picit, a boldog békidőben más típusú hadipara van szükség, mint háborúba hiszen profitorientál vált ez is főleg. Tehát nem, nem alapvetően a biztonság kiszolgálása és minden alakalá rendelése miatt volt hadipar, hanem azért, mert egy jó üzlet lett igazából. És ennek az eredményét látjuk, tehát jó reggel kívánok ursulának hogy ők is rájöttek erre, viszont az akaraton túl tenni is kell, és ha teszünk, az holnapra nem leszünk kész. Azért egy sokkal hosszabb folyamat, hogy ezt rendbe tudjuk tenni, mert rombolni nagyon egyszerű, a haderőbe is építeni, az egy sokkal hosszabb folyamat tud lenni. ugye mind nekünk a szerencsénk, mi azt 2017-ben elkezdtük. És akkor ugyanúgy csodálkozva néztek ránk, itthon is és külföldön is, mint amikor lezártuk a határt 2015-ben. A magyarok már megint. Aztán, hát, hogy sajnos vagy nem sajnos, de nekünk lett igazunk. Ugye ez a fajta időelőnyünk most megvan egy-két vetétársunkhoz vagy, vagy a szövetségesünkhöz képest, de az a lényeg, hogy ezt folytatni kell. Ugye azt látjuk, hogy a nato kívüli országoknak a hadereje az általában erősebb, vagy jobban odafigyelnek rá, mint a nato belüli hasonló országoknak a, hadereje. Gondolok itt Svédországra és Finnországra, a két frissen csatlakozott NATO tagállamra. Mi azok annak, hogyha valaki belép a NATO-ba, akkor elkezdi, hát nem annyira, vagy elkezd nem annyira a hadseregre figyelni, mint inkább más. Ez korábban tényezi volt ukra. így. Én azt gondolom, hogy ez a boldog békérők és a rendszerváltás után, vagy a bilaterális világrend felbomlása után volt ez Ez tényező, mert, mert Európa azt gondolta, hogy a, a biztonságon nincs veszélybe. Ezért nem azért nem költött rá, mert úgyis itt a NATO, hanem azért nem költött rá, mert nem érezte a veszélyeztetettséget. Uh, ott északon egy picit más a, a helyzet a, a északi sark miatt. Tehát ők ezért is költöttek egy picivel többet, ja, és a gazdaság is megengedhette, hogy tö többet költsenek rá. Ugyanakkor mindennek mindig van egy társadalmi üzenete is, hogy a... a a társadalomnak a rezilienciáját, az ellenálló képességét nyilván a haderő életben tartásával azért magasabb szinten lehet tartani, mint annak hiányában. Azzal nem értek egyet, hogy a, a, aki nem tagja a NATO-nak, az, az mindenképpen erősebb. Azért tudnék országokat felsorolni, ahol ugyanígy nem foglalkoztak a, a haderővel, pedig nem voltak a NATO-nak a, a tagjai. és. E elég rossz állapotban van a haderők vagy a haderő képessége ezekben az országokban. Most viszont nem kérdés, hogy nem véletlenül mondta Ursula von der Leyen is, hogy, hogy költeni kell a haderőre, és ezt szinte mindegyik európai országban látjuk. Nem csak itt a... a Európai keleti régiójába, itt, ahol közel vagyunk az oroszokhoz, vagy, vagy a déli régióba, ahol naponta találkoznak az illegális migránsokkal, hanem azért ez az ész egész észak-atlanti térségre jellemző. Az egy másik kérdés, hogy a világ többi része mit csinál. És hogyan csinálja, honnan vesz és hogyan fejleszti a, a haderejét, készül-e valamire, hogy a közel-kelet azért az még mindig ócső van, tehát arról picit többet tudunk, de még egyszer Afrikáról és Dél-Amerikáról lényegesen kevesebbet. Amikor 2017-ben megindult Magyarországnak a fegyverkezése, akkor annak mi volt az oka a migráció, vagy pedig egy olyan jövőbe látó képesség, hogy itt azért lesznek problémák hamarosan? Ennek a kettőnek a dialaktikus egysége. Tehát a migráció a 15-be csapódott, ugye azért azt láttuk, hogy ez, ennek, ennek, nem lesz vége. A másik pedig tényleg azok a trendek, amiket véltünk felfedezni, ez sarkalta arra a minket, hogy, hogy javasoljuk azt, hogy ezt, most már kellene tenni, és hál' Istennek ezt, ezzel a kormányzat is egyetértett már akkor, és, megkezdte. Ugye vannak a tinktenkek a világon, ahol mindig ugye a lehetséges katasztrófáknak az előrejelzésével foglalkoznak, és összegyűjtik mindig az összes lehetséges veszélyforrást. Egyet nem nagyon tesznek meg, hogy melyik lesz. Ugye ez, az már egy sokkal nehezebb történet, de de ezért született meg itt Magyarországon az a döntés, hál' Istennek, hogy, hogy ezt időben el kell kezdeni, mert még egyszer mondom, építeni sokkal hosszabb folyamat, mint rombolni. Milyen jövőt jósol a nyugati, illetve a, a keleti katonai tömbnek? Hát nem gondolom, hogy van már ilyen tömb nyugati meg keleti katonai tömb. Itt országok vannak, a védelmi szövetségek vannak, mind a kettő fejlődni fog. Látjuk egymás között egyébként a, a kereskedelmet is. Ha, ha elmegyünk egy fegyverkiállításra, globálisra, ami azért van a világon egy-kettő, ott látjuk, hogy a, a, trendek nagyon hasonlítanak egymásra. Tehát a, a haderőfejlesztések, a technikai fejlesztések iránya az, az gyakorlatilag nagyon közel van egymáshoz, ha, ha nem is egyezik meg teljesen. Én, én bízom benne, hogy, hogy a diákapánknak ezt igaza, hogy azért van rá szükség, hogy ne legyen rá szükség, és ezt minden ország így tekinti fent kell tartani, hiszen ahogy mondtam, az irracionalitást azt nem lehet kizárni, hogy bármelyik vezető vagy ország nem racionális döntés hozva valóban a konfliktusokat fegyveres úton kívánja megoldani, erre fel kell készülnünk, és fel kell készülnünk ugye a terrorizmus további harcra, és nagyon keveset beszélünk mostanában a terrorizmusról. Aki azt gondolja, hogy a terrorizmusnak vége van, jelentem, az rosszul gondolja. A Hamas után pont az bizonyítja, hogy még akut probléma. Abszolút, és akkor ugye félveteszem fel a kérdést, hogy ki figyeli most Afganisztán? Ja, kinek a szeme van ott pontosan? Tudjuk-e, hogy mi történik ott, és hogy a, a Hamasznak a, azok a szervei, amik a, közel vannak az elpusztuláshoz, azok merre mennek? És akkor tudunk legalább még két olyan szervezet, ami most most elég aktív ugye csak abban a térségben. Tehát erre szoktam mondani, hogy a Hamas meg lehet semmisíteni, de a kalifátus eszményét nem. Az rövid távon nem fog megsemmisülni, tehát mindig lesznek olyan érdek, érdekek és érdekszövetségek, érdekszervezetek, ami a kalifátus eszményét felhasználva igenis készülni fog arra, hogy a, a másiknak az értékét az rombolja. És ön szerint a, ezeknek, ugye a legtöbb terrorista csoport a mai világban talán az iszlám valláshoz kötődik. Ön szerint a terrorcsoportoknak Vallási alapon, tehát ezek a terrorcsoportok, ezek vallási alapon szerveződnek, vagy inkább demográfiai, gazdasági alapon? A, a, a vallási alapot használják fel arra, hogy mobilizálják és motiválják a, a tagokat, ez nem kérdés. A, az alapja mindig a hatalom és a gazdaság, tehát nekem ez meggyőződésem, hogy a, a történet arról szól, hogy a saját emberének jobb életkörülményeket teremtsél, neked több hatalmad legyen, és ugye ezt ugye valahogy motiválni kell, és el kell adni a társadalomnak. Erre a vallás egy, egy, egy kitűnő példa, főleg amikor, amikor ennyire hisznek ott az emberek. Ugye azt szoktam mondani, hogy a, a, a mi gondolkodásunkban azért nagyon nehezen fér be, hogy, hogy terhes anyát ráveszek arra, hogy felrobbantsa magát. És ugye ennek az eredményét használom fel. Ugye ez vallás nélkül, hit nélkül nem megy, hogy, hogy az egyén nem hiszi el, hogy ő így a mennybe kerül, és is tud segíteni mindenki másnak. Úgy, mi máshogy vagyunk. Tehát azért mondom, hogy a motiváció és a, 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 a társadalom meggyőzésében segít igazából a vallás, ezt használják fel a vezetők, de a történet a nap végén a hatalomról és a gazdaságról szó. Ön ugye volt Irakban, Igen. és volt Afganisztánban is, Igen. ugye mindkettő helyen egy alapvetően iszlám berendezkedés ellen kellett harcolnia a nato is. Ön hogy látja, mit tapasztalt Irakban és Afganisztánban ezek, ezek a, az ezek ellen való terrorcsoportok ellen való harcban, és mit tud ebből tanulni Európa? Hát nagyon sokat tanultunk, ugye ezt feldolgoztuk, de én, én, nem egyszerűsíteném le az iszlámra. Mindjában, mert a, tehát nem a vallás a felelős. Mindig az emberek a felelősök. Ugye mi, mi dolgoztunk a, iszlám emberekkel, akik teljesen máshogy látták, mint mondjuk a felkelők. De de ugyanez, hogyha ha távol keletre megyünk, ott is vannak azért vallási különbségek, és ezt használják fel, ha csak Tibetre gondolunk, mondjuk pontosan. De látjuk ugyanezt mondjuk egy, egy Pakisztán-India összehasonlításában. Tehát a, ott sem minden sima, igazából. De, de még az iszlámon belül is azért a, a szunni meg a síja azért nagyon könnyen egymásnak eszik. Tehát én azt gondolom, hogy az egy felületes sztereotípia lenne, hogyha egy az egybe csak az iszlámra kennénk ezeket a konfliktusokat. Az emberek a felelősek ezért, és még egyszer mondom, hogy vannak olyan vezetők, sajnos, akik a vallási köntöst felhasználják ennek az eszkolálására és mobilizálására. Na, mi nem jó. Mert ennek akkor a ha szemben álló fili sztereotopizál, azt tud nagyon nagy gondokat okozni. Láttunk erre azért a világ megint csak példát, hogy akkor mindenkit egy kalapá veszünk, mert olyan színű a szeme, olyan a haja, vagy olyan a vallása. Olyan színű a bőre színe. Nem jó. Ez soha nem jó. Csak hát könnyebb így az embereket befolyásolni. Ez volt a Globus, dr. Ruszin szendi -Romolusza. Köszönjük, hogy itt volt és a rendelkezésünkre állt. Köszönöm, hogy itt lehettem.